Lassan nincs olyan nyíregyházi, aki ne ismerné a Mandala Dalszínházat. A társulat 1992 nyarán állította először szabadtéri színpadra saját produkcióját, amely a József és a Bűvös Kabát címet kapta. Az akkori polgármester Máti Zoltán adta nekünk a lehetőséget, és vetette fel az ötletet, hogy mi lenne, hogyha egy teljes nyári programot állítanánk össze már 1993-ra, és így indult tulajdonképpen az egész, de természetesen az első nyárnak a 92-es Két József és a Bűvös Kabátot tartjuk. Azóta majdnem minden évben éltek is ezzel a lehetőséggel, és hagyományt teremtettek. Azok a nyíregyháziak, akik kedvelik a könnyed, vidám zenés darabokat, ilyenkor már várják a Mandala nyár kínálatát, hiszen láthatják a társulat közönségkedvenc előadásait, tavalyi és új premier előadásokat. Ez volt a tavalyi nyárnak a premierje, a Lilionfi című zenés vígjáték, illetve sok visszajelzést kaptunk, hogy amit mi is nagyon szeretünk, meg hát a közönség is nagyon szereti, a Csári Nénye című vígjátékot újra tűzzük a nyári programra, mert egyébként az országot járva nagyon sok helyen játsszuk, és a nyíregyháziak kérték, hogy hát Nyíregyházán annyiszor nem játszottuk, bár azért volt egy jó pár előadás, hogy ismételjük meg. Így került a programba a Csári Nénye, illetve a szokásos nyári premierünk, ez a harmadik előadásunk, ez pedig a Miniszter Félrelép című régi új darabunk, amit annak idején 2009-ben mutattunk be. Ezt az előadást most teljesen felújítják. Az eredeti szereposztásból hárman maradtak benne, új díszletet és új jelmezeket láthat majd a közönség. A saját produkciók mellett pedig nem hiányozhatnak a vendégelőadások sem, legyen az operett Oswald Marikával, Zenés Kálvária 14 stációval Földes László Hobó előadásában, vagy a Loft című komédia, amely a 2023-as Vidor Fesztivál külön díjas előadása lett. Az összeállítás olyan, hogy nagyon színes és szórakoztató műfajokból, igényesen szórakoztató műfajokból áll össze a kínálat, de van benne koncert, színházi jellegű koncert, van benne vígjáték, zenés vígjáték, operett, tehát a maga műfajában szinte szerintem mindegyik nagyon jó, és mindegyikre nagy szeretettel várjuk a kedves nézőket. Természetesen, hogyha haza akarok abszolút beszélni abból a szempontból, vagy a társulatunk szempontjából, akkor nagyon várjuk a Miniszter Félrelép bemutatóját. Az előadások egy részére már elindult a jegyértékesítés 20% kedvezménnyel, ráadásul idén újdonság, hogy nem érkezési sorrendben lehet helyet foglalni a nézőtéren, hanem helyre szólnak a jegyek. A Mandala nyár 2024-ben július 5-től 21-ig várja a nézőket.